Köszöntöm a közéleti magazin nézőit. 60 kg tartós élelmiszert gyűjtöttek össze a szekszádi börtön fogva tartottjai a helyi családsegítő központ ügyfeleinek. A rabok egy megdöbbentő élmény hatására kezdtek jótékonykodni. Egyszer az egyik társuk egy beszélő alkalmával a benti élelmiszer ellátmányából próbált egy konzervet kiadni a hozzáérkező hozzátartozójának. Egy fogvatartott társunkon egy beszélő alkalmán vettük észre, hogy megpróbál kiadni májkrémeket. Egy konzervet próbált a börtönből kijuttatni az egyik hozzátartozójának egy rab. Ez tilos, és a falak közötti életben büntetés jár érte. A társai viszont megsajnálták a nehéz anyagi körülmények között élő rab családját. Gyűjteni kezdtek neki, így indult hónapokkal ezelőtt a jótékonysági akció. Beleképzeltük magunkat a helyzetével, hát ugye mi is átéltük ezt, és szinte minden elfogy. Az előzetes letartóztatás során nincs olyan élelmiszer, amire ne lenne szüksége egy fogvatartottnak, és ő mégis megpróbált még ebből is kiadni. A programban olyan rabok vehetnek részt, akik dolgoznak a börtönben, a bérük egy részét pedig eljótékonykodhatják, ebben a börtön lelkész segít nekik. Én azt érzem, hogy akkor van értelme ennek a tanúságnak ittben, mert én is tanulja lehetek az Isten csodájának, ami egészen pici alsó szintről kezdve épülő folyamatban mutatkozik meg. Mi már régóta bent vagyunk dolgozó fogvatartottként, vásárolunk magunknak élelmiszert. Így vannak felesleges élelmiszerek nálunk, amiket összegyűjtve valamilyen formában oda lehetne nekik vagy neki adni, de ez ugye nem lehetséges, illetve nem volt rá jogi út. Így jött a lelkész úr felé az a kérés tőlünk, hogy próbáljon meg erre valamilyen utat kitaposni, ami sikerült is, ugyan nem a fogvatartottnak közvetlenül, hanem különböző szervezeteknek. Lehet egy ilyen felajánlás, a felgyűlt plusz élelmiszereinkből adhatunk. És így, aki rászorul, az meg tudja keresni ezeket az intézményeket, illetve ezeket a szervezeteket. És nagyjából azóta ez így ki is nőtte magát. Szinte minden dolgozó fogva tartott részt vesz benne, és nagyon sok élelmiszer összejön. Most 60 kg tartós élelmiszert gyűjtöttek össze a rabok, mézet, lekvárt és konzerveket, ezeket pedig a szekszárdi családsegítő és gyermekjóléti központ ügyfeleinek ajánlották fel. Azon családok számára fogjuk elraktározni, akik valamilyen okból krízis helyzetbe kerülnek. Tehát nem egy folyamatos segély lesz, nem élelmiszert fogunk osztani, hanem valamelyik család, szekszárdi család olyan helyzetbe kerül, mondjuk leég a háza, vagy bármilyen rendkívüli esemény történik, akkor számukra gyorsan szükség van arra, hogy például élelmiszert tudjunk biztosítani. A szekszárdi önkormányzat és a városban helyet kapó börtön a jövőben is tervez közös akciókat. A fogvatartottak visszailleszkedését szeretnénk segíteni ezzel az akcióval is. A jóvátétel egy olyan lépés a sikeres reintegráció felé, amikor a fogvatartott tud adni valamit vissza a társadalomnak, hisz annak oka van, hogy ő ide a börtön falai közé került. Emellett, ahogy el is hangzott, távolati terveink is vannak az önkormányzattal, az intézetben szakmaképzések folynak, amikor olyan szakmát fogunk adni a kezükbe, amellyel majd sikeresen fognak tudni visszailleszkedni, illetve elhelyezkedni a munka világában. Ezért ezeket a lehetőségeket megragadjuk arra, hogy a reintegrációt segítsük. Nyári időszakban. Most fejeződik be lassan egy tanfolyam, ahol festőket fognak képezni. Nagyjából egy 20 fős festőbrigád fog rendelkezésre állni, és a városban dolgozó, a városházán dolgozó festőbrigáddal összehangolva ezt a kapacitást, az iskolák, óvodáknak a felújításában fognak majd tudni részt venni, és az azt jelenti, hogy az eddigi rendelkezésre álló 5-6 fős kapacitásunkat meg tudjuk többszörözni és sokszorozni, és sokkal több intézményt tudunk a nyáron felújítani, mint a szeretetileg terveztük volna, és bízom benne, hogy ez az első lépés lesz egy együttműködési úton,
és több olyan szakmát is fogunk majd találni, amikor a város számára is hasznos tevékenységet fognak tudni folytatni az itt lakók és a bent lakók, és azt gondolom, hogy ezt kihasználva számukra is segítséget tudunk nyújtani, hiszen ha kint dolgoztak, akkor sokkal könnyebb lesz számukra majd a visszailleszkedés, amikor kiszabadulnak innen a börtönből. Bartos László érdemelte ki az év tűzoltója kitüntető címet, a díjat Szekszárdváros adományozza a szolgálat teljesítésben kiemelkedőt nyújtó tűzoltónak. Jelentem az ünnepélyes állománygyűlése a berendezt személy állomány felsorakozott. Jó napot kívánok! Egészséget! A megújult katasztrófavédelmi igazgatóság épülete először adott otthont az ünnepségnek. Szekszárdváros Flórián nap közelettével minden esztendőben átadja az év tűzoltója címet, elismerve ezzel azt a kivételes teljesítményt, melyet a szolgálat során végeznek a lánglovagok. Szekszárdváros polgármester a Szekszárdváros év tűzoltója elismerő címet adományozza Bartos László tűzoltó részére. Legyen példa többi kolléga előtt is. És hát természetesen majd a munkaidő után egy vágóval is lehet el sikerre kocsítani. Köszönöm szépen. Ez a díj egy, azt mondom, hogy egy élet elismerését. Tehát egy 25 éve vagyok lassan tűzoltó, és ez nagyon nagyszerű elismerés, megdobogtatja az ember szívét. Közvetlen családban én vagyok az egyetlen. A tűzoltó munka szépsége az az emberek segítsége. Tehát ha segíteni az embereken bármi problémával, az nekünk egy gyönyörű érzés, hogy oda tudunk menni, és ha baj is van, vagy ég a ház, de meg tudjuk menteni felét, az már egy nagyszerű érzés, hogy segítettünk. Ácsázső Szekszárd polgármestere elismerését fejezte ki minden tűzoltónak azért a munkáért, mely biztonságot nyújt a városban élők számára. Ehhez mondta a polgármester, egy szakmailag és technikailag jól felkészült és ellátott tűzoltóságra van szükség. Hamarosan folytatódnak a felújítások, így a laktanyi épület a Mikes utcában is meg fog újulni, és azt gondolom, hogy nagyon sokat fogunk tenni annak érdekében, hogy a tűzoltók a munkájukat, a munkanapjaikat megfelelő körülmények között tudják eltölteni. És az, hogy minden évben kitüntettük egy-egy tűzoltót, ez pedig azt jelenti, hogy mindig vannak az adott évben kiválóan teljesítő, a többieknél még jobban, még magasabb szinten teljesítő tűzoltók, akik egyúttal példaképpé is válnak, és én azt gondolom, hogy az, hogyha jó feltételeket, jó egzisztenciát tudunk teremteni a tűzoltóknak, akkor biztos vagyok benne, hogy ennek a szakmának a jövője biztosított lesz, és ezek a szakemberek, akik most kitüntetést kaptak például, vagy kapnak például minden évben, ők azt a tudás, szakmai tapasztalatot, amit megszereztek, azt tovább fogják adni a fiataloknak azzal a szeretettel, amelyel ez a szakmához bárki viszonyul, aki valamikor valaha tűzoltó volt. Kisgyermekes szülők fogtak össze kétjen, hogy szebbé tegyék a gyerekek óvodájának udvarát, és hogy kihelyezzék azokat az új játékokat, amiket a helyi önkormányzat szerzett be. Voltak, akik a játékokat csiszolták vagy festették le, mások a mászókákat mosták át, vagy éppen gazoltak. A két óvodába járó gyerekek szülei közösen dolgoztak egy egész délelőtten át, hogy a gyerekek szebb környezetben töltessék a mindennapjaikat. Ennek a mászók a csúszdaháznak a tetejét kezdtem el tisztítani, lemosni körbe a nájlont, vagy ezt a tetején ezt a műanyagot. Aztán közben itt a fiúk meg ássák az alját, homokot terítünk le, hogy a gyerekek balesetmentesen tudjanak játszani. Szerintem minden szülő számára fontos, hogy a gyereke a legjobb, vagy a legszebb, legotthonosabb környezetbe tudjon, vagy tudja a mindennapjait élni. Ezért szerintem minden szülőnek fontos volt ez a mai nap, hogy segítsük a gyerekeket, hogy a mindennapokban minél szebb helyen tudjanak játszani. Néhány méterrel arrébb a férfiak a homokozót tették rendbe, és helyezték le a játékokhoz nemrégen beszerzett új gumiszőnyeget. Az összegyűltek itt egy ütéscsillapító rendszert telepítenek,
Igazából ez azt hivatott, hogy ha gyerekek esetleg leesnek a mászókáról, akkor ne sérüljenek meg, ne ütődjenek meg, ezzel védve a testi épségüket. Igazából összefogásban történt az egész, tehát a szerszámukat, ecseteket, különféle segédeszközöket, ezt mind a szülők tették hozzá ez a munkához. Nekem nagy vágyásom volt, hogy az óvoda udvarát egyszer nagyon-nagyon szépre csináljuk. Az új játékunkat már megvettük az ősz folyamán, de nem volt lehetőségünk rá, hogy beállítsuk. Most az történik annak a beállítása, és szerettünk volna festeni, de sajnos az idő közbeszólt. Előkészülünk a festéshez is, valamikor egy délután nekiveselkedünk is, az is nagyon szép lesz. A játékunkat csoportpénzből vettük, az ütéscsillapítót pedig az alapítványunktól kaptuk, és reméljük, hogy a gyerekek hétfőn nagy örömmel veszik. Igaz, hogy már látták, mert betonágy alapja készen volt, és megbeszéltük, hogy hétfőn, ha érkeznek, akkor az új játék várja már őket. A település polgármestere azt mondja, a szülőkből és hozzátartozókból álló önkéntes csoportot pillanatok alatt sikerült összeszervezni a nemes cél érdekében. Annak nagyon örülök, hogy ilyen társadalmi összefogás van. Nem csak a óvodás szülők, hanem a nagymamák, illetve olyanok, akiknek már nem nincs óvodás gyermekük, vagy óvodába járó unokájuk, azok is itt vannak. A kéti óvoda udvarának munkálataival a szülők kora délutánra készültek el. És ez a legújabb kis játék, amit éppen most helyeztünk be, illetve most az ütéscsillapító ágyazatot készítjük neki, ez is arra szolgál, hogy egy olyan készségfejlesztő technikát mutasson be a gyerekeknek, ami szerintem hasznos nekik. És ha ezzel most elkészülünk, akkor ha ugye körbenézünk az udvarba, akkor már látjuk, hogy ide már nagyon több játék nem fér, és minden olyan játék megvan, és viszonylag lényegesen újak, tehát az elmúlt pár évben lettek telepítve, ami az óvodaudvarnak a hasznosságát nagyban emeli. A kéti óvoda udvarának munkálataival a szülők kora délutánra készültek el. Tovább fejlődik Izmény települése, a terület és településfejlesztési operatív program és a vidékfejlesztési program keretében olyan beruházásokat és fejlesztéseket hajtottak végre, amelyek megkönnyítik az életet a faluban. Az átadásokon részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki kiemelte, a két programnak köszönhetően a magyar vidék élhetőbb lesz. A Dél-Dunántúli régióban, Tolnamegye déli peremén, a Bonyhádi kistérségben a Mecsektől északra, gyönyörű festői környezetben fekszik Izmény, jelenlegi lakóinak száma 526 fő. A falu életében fejlődés, ha egy nagyobb lépést tesz az élhetőség javítása érdekében. Legyen ez egy intézményi felújítás, vagy csak egy olyan beruházás, ami egy traktor és egy hótoló segítségével téli hóhelyzet idején megkönnyíti a közlekedést. Négy projekt az, amit szeretnénk ma ünnepélyesen felavatni. De van egy ötödik projektünk is, amit
direkt nem akartam, mivel hogy a falu másik oldalán van. Ez egy VMS pályázat volt, amin 15 millió forintot nyertünk útfelújításra, így megújulhatott a Dózsa és a Kossuth utca. De olyan fejlesztésről is beszélhetünk, aminek köszönhetően megnő a férőhelyek száma az óvodában, és megújul az orvosi rendelő. Izmény esetében ezek a fejlesztések mind megvalósultak. A terület és településfejlesztési operatív program és a vidékfejlesztési program lehetőséget adott arra, hogy ne költözzenek el a fiatalok, hanem visszatérjenek, családot alapítsanak, mondta el Kelemen Ferenc, a település polgármestere. Úgy gondolom, hogy ezek most vannak, ennek most örülünk, és örülni fogunk, hogyha a következő pályázatoknál is tudunk előrébb lépni, és bízom benne, hogy a településünket ezáltal megpróbáljuk élhetőbbé tenni, és talán ezáltal talán ide is vonzhatjuk a fiatalokat, nem csak elmennek a településünkről. Ezek a fejlesztések, ezek azért az élhetőbb település kategóriát nézzük. Itt a településünk egy eléggé elhagyatott település volt, mondhatnám úgyis, és most mindent megteszünk, amióta én itt vagyok 2010-től, hogy ez a település élhetőbb legyen, és minden pályázat, ami csak pályázni lehet, lehetőségünk van pályázni, mindenre pályázunk, és ezáltal ugye az orvosi rendelő, az most, amit láttunk, ugye az orvosi rendelőnk, az most nagy örömünkre, most egy új épületbe költözött az orvosunk. Szép fájdalunk még, hogy a fogorvost nem tudtuk elindítani, mivel hogy nincs rá pénzünk arra, hogy az eszközöket beszerezzük. Tehát majd arra is próbálkozunk, és ha azt vesszük, hogy télen hol van, havat kell tolni, pénz meg nem igen van. Most ez a géppel például havat tudunk tolni. Nagyon nagy területeink vannak, amivel nyírni kell, füvet kell nyírni. Közmunkásaink oldották meg ezt a gondunkat évekig, de most sajnos ott vagyunk, hogy már nincs közmunkásunk se. Két emberünk van összességében. Ezzel a géppel a fű mucsolását meg tudjuk csinálni. Akkor útszéleken, hogyha útszélek bozott vágásoknál mindig eltüzeltük a gajakat, ezzel most föl tudjuk aprítani, akár be lehet zsákolni, következő télen száraz anyagot el lehet tüzelni, és nem kint a levegőbe elfüstöljük, hanem föl tudjuk használni ezeket a dolgokat. És mind ahogy mondtam az elején, az élhetőbb település kategóriába szeretnénk tartozni, hogy a fiatalok ne elvándoroljanak a településünkről, hanem ha egymód van rá maradjanak, sőt inkább jöjjenek. Azért megteszünk mindent megteszünk, amit csak lehet, ami lehetőségünk. Ez mérten mindent megteszünk az itt lévő embereknek a jobb, élhetőbb létükért. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki beszédében kiemelte, hogy a kormányzat erőfeszítéseket tesz a vidéki Magyarország fejlesztésére annak érdekében, hogy élhetővé, európai színvonalúvá tegyék a kis településeket, és ezzel a fiatalok számára újra szimpatikussá tegyék a falusi életet. Az elmúlt években számos településen itt a választókörzetben, de a megyében is, és az országban is azt tapasztaltuk, hogy az intézményeink, orvosi rendelők, művelődési házak, iskolák megszépültek, és emellett pedig számos útfejlesztés is a településeken megvalósult. Így volt az Izményben is, az elmúlt egy-másfél évben közel 123-124 millió forintos fejlesztési forrás érkezett ide, különböző fejlesztési lehetőségek, pályázatok révén, VP-s pályázat, topos pályázat, illetve egy BMS pályázat jött ide a településre, úgyhogy ma több átadó volt, és remélem, hogy ezek a fejlesztések, beruházások is hozzájárulnak ahhoz, hogy nem csak Izmény, hanem egyáltalán magyar vidék meg tudjon kapaszkodni, és élettel teljen meg a következő években. A felújításokra több mint 100 millió forintot biztosított Magyarország kormánya. A terület és településfejlesztési operatív program célja a térségi és helyi gazdaság fejlesztés, a foglalkoztatottság növelése, valamint a településfejlesztés, az életminőség és a társadalmi összetartozás javítása. Tolnamegye 27,5 milliárd forintot kapott a fejlesztések megvalósítására. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!